magamról csak annyit, hogy én amikor a DXN-nel találkoztam, akkor még buszvezető voltam. When I started the DXN, I was a bus driver. A feleségem pedig akkor ápolónő volt. And my lovely wife was a nurse. És mi is ketten építjük az üzletet együtt. We built the business, two of us. Nélküle nem ment volna. Without her, it wouldn't be possible. Arra kerestük a megoldást, hogy hogyan tudnánk mindazt elérni, amit mi úgy gondoltunk, hogy az életünk folyamán el kéne, hogy érjünk. We were looking for a solution that how we can solve our life, how we can improve our life. Azt kerestük, hogy hogyan tudnánk mi olyan tájakra eljutni, ahová egy autóbuszvezető és egy ápolónő nem nagyon jut el, csak a tévében látja. We were looking for a solution that how we can travel more, how we can go places that in a regular life a bus driver and nurse would never ever be able to travel. Ehhez nem volt semmink sem. We had nothing to do that, our dream. Gyakorlatilag nem volt semmi vagyonunk. We had no income, no money. Nem nyertünk pénzt a lotton. We haven't won the lottery. Nem örököltünk. We haven't inherited any money. De azt tudtuk már nagyon régóta, hogy egy dolog, az MLM az segíthet nekünk is. But we were certain that one thing, MLM could help us to reach our goals. És elkezdtünk MLM cégekbe keresgélni, sok MLM cégbe be is léptünk. So we were looking for an MLM company. To be honest, we tried a few of them. De sikert egyik sem hozott. But we never found real success. Aztán jött a DXN, amiben viszont sikeresek tudtunk lenni. And then we found DXN, where we became successful. És azt kutattam én, hogy vajon mi a különbség, mitől lehet egy buszvezetőnek és egy ápolónak sikere az DXN-ben. So I was starting to search inside that how is possible, how for an ordinary person like myself, a bus driver and a nurse would able to do success in DXN. És már sokakat hallottatok itt előttem beszélni. You heard a lot of people talking before me. Teljesen különböző emberek. Very different background. És a DXN-ben ők is sikeresek lettek. And then they achieve success in DXN too. Szóval arra jöttem rá, hogy az a titok, hogy a DXN az nem a múlt, és nem is a jelen vállalata, hanem a DXN az a jövő üzlete. So I realized the only difference is that DXN is not the past, the present, it's the future's business. És ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, én elkezdtem kutatni az internetet. So I wanted to fully understand, so I start to look online solutions. És azt arra jöttem rá, hogy akiknek a szava számít az MLM-ben. So I realized that people who are MLM, big MLM leaders. Így van, szakértők, MLM vezetők. Experts. Öt pontba foglalják össze azt, hogy mitől lesz majd a jövőben sikeres egy MLM vállalkozás. So they sum it up in five different points that why an MLM could be successful in the future. Az első pont, the first one, hogy olyan terméket kell forgalmazni, amit üzleti érdek nélkül is tömegek vásárolnak. That you need to find a product that even if people are not getting any money out of it, the product has value and people will buy it even without being in a system. A DXN kávé ilyen? Is the DXN coffee like that? Kipipálhatjuk? So, okay. One. Második pont. Second one. Hogy el tudjon indulni bárki ebbe az üzletbe úgy, hogy a költségei 20 és 150 dollár között maradnak. So the second is very important as well, that the startup cost is only between 20 to 150 dollars. A DXN ilyen? Is the DXN like that? Kipipáljuk, jó? Okay. A harmadik pont. Third one. Hogy a havi minősüléshez elegendő legyen 100-150 dollár. So that you will get bonus, you only need to buy 100-150 dollars. A DXN ilyen? Is the DXN like that? Kipipáljuk. A negyedik pont, hogy legyen egy olyan online háttér ma már, amivel könnyűszerrel tudunk dolgozni. The fourth very important that you need to have a tool which in our case is online tools. A DXN-ben itt Európában van nekünk ilyen, ugye? So we have in DXN Europe like that, right? Kipipáljuk.
Okay. Az ötödik pont nagyon érdekes. The fifth is the most interesting one. Azt mondják a szakértők, hogy ma már a globális MLM cégeknél arra is figyelni kell, hogy különböző nemzetek különbözőképpen gondolkodnak. So all the experts say that you have to be paying attention towards that each nationality think in various ways of a business. És erre a cégvezetésnek érzékenynek kell lenni. And then as you as a leader, you need to emphasize with that, you need to be adaptable with that. Lehet, hogy különböző a termékkínálat egy-egy országban. Maybe you have various products, maybe available different products in different countries. Ha jól tudom, akkor Dr. Lintől hallottam, hogy Mexikóban egyáltalán nincsen RG és GL, csak kávé. As we heard also today that in Mexico they only have coffee, right? Mi el sem tudnánk képzelni itt, hogy ne legyen DXN vagy gondolom a kapszula. We in Europe we can't even imagine that we cannot sell RG or GL capsules. Tehát ezek a különbözőségek mellett is tud működni egy egyvilág egy piac koncepció. Then even with the small tiny differences we can still work as a one world one market concept, which is brilliant. Egy ma reggeli példa. It's an example from this morning. Fél hétkor sokan nem voltatok a tóparton. At 6:30, a lot of people came down to the coast side. Volt, aki nem volt lent. And then there were a lot of people who didn't. Én sem. Myself, I neither. De a Dr. Lim és a Mr. Gigi-t nem kerestek meg engem, hogy most már ki vagy rúgva a DXN-ből. But the good news that Dr. Lim and Gigi didn't come to me that, okay, we suck you from the DXN because you didn't come. Ez egy szabad vállalkozás. This is a free entrepreneur. Hoppá, ja, kipipáltuk, jó? Okay, so we take that part as well, that different nationality, different concepts. Azt állítom én, hogy a DXN megelőzte a korát. I think the DXN went further than its time. A DXN ma tudja azt, amit a várományos sikeres MLM cégek majd a jövőben fognak tudni. DXN know the current moment that some of the MLM companies will only know in the future. És az elnök úr ugyanúgy, ahogyan a gondolatérma minőségére, erre is nagyon vigyáz. And then Dr. Lim has a really good reputation, not just for DXN, but also the quality of Ganoderma as well. Ha ez nem így lenne, akkor nekünk sem lehetne több mint 20,000 tagú hálózatunk. If it weren't like that, we can't manage 20,000 or over 20,000 people, members. És nem lehetne már 78 gyémánt a csapatunkba. And we weren't able to have 78 star diamonds in our team. Ez a taps természetesen azoknak az embereknek szól, annak a 20,000-nek és annak a 78-nak, nem nekem. Okay, and please, the clapping is for the people who done this business for us, it's not for me. Így van ez, mert ki más ismerhetné jobban a szlovák embereknek a véleményét, az igényeit, mint Marika? And who else would know Slovakian people's needs and desires than my colleagues Marika? Csehországban ki lehetne más, mint Alena? In Czech Republic, Miro. Okay. Alena. Elena. Alena. Vagy Németországban, mint Úréka, akit már hallottunk itt ma. And then in Germany, is Turis. Magyarországon Gábor és Laci. And then in Hungary, Gábor and Laci. Spanyolországban Andrea. In Spain, Andrea. De Judit is ide tartozik. And Judit also, of course. Illetve azt majd hamarosan látni fogjátok ezt a két urat személyesen is, Grúziába és Örményországba, Imre, illetve Zsolt. And Grúzia and Örmény. Örmény. Armania? Örmény, sorry. Oké. Okay. És ki ismerheti jobban az európai embereknek az igényeit MLM terén, mint a földrész első és a világ leggyorsabb koronás követ párosa, Laci és Anikó. Who would know the best European mentality than Mr. Kocsó László and Anikó as the fastest crown ambassadors? Mi pont ebbe a gondolatba szerettünk bele a Dr. Limnek abba a gondolatába, we fall in love with the idea of Dr. Lim.
hogy az európai üzletet európai emberekre bízza, mert az európai emberek szavát európai emberek értik. Then the European business needs to be led by Europeans because you speak the language of and you have the same culture as a European person. És abban bízom, hogy rajtam kívül ti is úgy látjátok, hogy nagyon kivételes lehetőség van a kezünkben. And then I really hope that you feel and know that this is a unconditional and really great opportunity in your hand. Lejárt az időm. Sorry, my time is off. Köszönöm a figyelmeteket. Thank you very much. Köszönöm.